Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. október 2-ai kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. A szövetség jelöltjei nem bírják elengedni a megosztó beszédet a választás után sem. A teljesség igénye nélkül a kormányalakítás nehézségeiről. Karikó Katalin Nobel-díjas. Az előrehozott választás kudarccal végződött minden magyar kapcsolódású párt számára. A két kisebb, a Híd és a Magyar Fórum eredménye észrevehetetlen, a szövetség pedig nem érte el célját, nem jutott a parlamentbe. Bár sikerült növelni a szavazóik számát az MKÖ 2020-as eredményéhez képest. Érthető a frusztráció, a csalódottság, viszont a bűnbak keresés, mások lekicsinylése, a másra mutogatás már kevésbé, hiszen épp ez a tevékenység volt az, ami már a kampány során is megosztóan hatott az emberekre, a magát integratívnak tekintő szövetségen belül és azon kívül is a választópolgárok közt. Úgy látszik a választás eredményét értékelő megszólalásaikból, hogy képtelenek tanulni a kudarcból. Továbbra is a mi és a ti megosztottsága jellemzi ezeket, az érdekeiken túli másság elfogadása már kevésbé. A kiválasztottak szövetségét látjuk megnyilvánulni. Ebből pedig az következik, hogy képtelenek ellátni a szlovákiai magyarok sokszínű társadalmi csoportjának érdekképviseletét. Ezt bizonyítja a Forró Krisztián és Gyimesi György megszólalása is. A Pátriának nyilatkozó listavezető, Forró és a Napunknak mini interjút adó lista utolsó Gyimesi elsőként a médiát nevezte meg a kudarc okaként. Utóbbi konkretizálta is a liberális médiát. S csak ezt követően a mozgósításuk elégtelenségét. Forró Napunknak adott interjújában egy lélegzetvétellel elmondva, de fordított a sorrend. A fő probléma az volt szerintük, hogy az újságírók három magyar pártról beszéltek, nem egyről, hiszen, érvelnek, csak egy bejutásra esélyes, értsük úgy, igazi magyar párt volt. Magával szemben persze objektivitást vár el a szövetség a mediális térben, de az újságíró szerintük ne legyen az a politikai ellenfeleikkel. S mi miatt nem kellene a magyar kötődésű pártok közt emlegetnünk a Hidat és a Magyar Fórumot? A másik kettőnek, amiről önök is azt mondták, hogy magyar párt, összesen lett vagy 10 000 szavazata. Ez egy vicc, mondja Gyimesi a Napunknak. Ezzel azonban nem csak a két párt, hanem a reménytelen helyzetben a két kis pártnál megmaradt közel 10 000 szavazó is csak vicc Gyimesi számára. Hogy az ilyenfajta megosztó gondolkodás, erőkultusz mennyire riasztó a szlovákiai magyarok számára, annak legjobb bizonyítéka, hogy 5-5-szörre sem jutott be a parlamentbe az ezt képviselő magyar párt. A mozgósítás sikertelensége sem biztos, hogy pusztán a nem elégséges befektetett munkára vezethető vissza, hanem azon is múlott, hogy ez a fajta politika stílus a szlovák pártokhoz terelte a szavazókat, vagy épp távolmaradásra késztette őket. És most a további okok felderítését nem folytatnám, csak megjegyezném, hogy ennek a stílusnak a következménye a színvonaltalan program is. Mindamellett nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az erőben hívő választópolgárok egy részét elvihette Orbánik segítségével a Smer. Ha ezek után nem a tőlük elfogadható liberális és másképp gondolkodó magyar szavazók felé nyit a szövetség, hanem ideológiai elvek mentén a szlovák pártok felé, végképp elszigeteli egymástól a kettéosztott szlovákiai magyar társadalmat. A szlovákiai magyaroknak nagyon hiányzik egy valódi szövetség. A választás eredményének ismeretében sokan kezdtek találgatásba arról, hogy milyen összetételű lesz majd az új kormány. A találgatók egy része le is állt az álomképek gyártásával, látva, hogy Fico és Pellegrini mennyire körbeudvarolja egymást az utóbbi időben, és hogy fagyos hangulatban ugyan, de Zuzana Csaputová ma Ficót bízta meg kormányalakítással. De a helyzet, szeretnénk hinni, mégsem ennyire egyszerű. A szombati eredményeket nézve nem csak a Smer győzelmének aránya, hanem a Klász erős szereplése is meglepő. Arról nem is beszélve, hogy a Republika fennakadt a parlamenti küszöbön, helyette azonban az SNS átmászott felette. Az Olano no-go zónaként rettent meg minden lehetséges partnert.
A KDH jól fésült és vonzó mindenkinek, az SZSZ helyzete és preferenciája egyértelmű, egészen egy kormánybuktatás lehetőségéig. Hogy Pellegriniék döntik majd el a következő kormány irányultságát, az már régóta tudható volt a közvéleménykutatásokból. Szerepük megkerülhetetlennek tűnik bármilyen koalícióban, és nem zárkóztak el sem a Smer, sem a PS vonalától. Elzárkóztak viszont a szélsőséges Republikától, de helyettük a pályán szintén jobb szélen játszó SNS-szel számolhatunk a kormány kirakós játékban, akikkel már inkább összeboronálható a HLASZ, s így megnyílhat az út a Smer-HLASZ-SNS koalíció felé. A választások másnapján Fico már jelezte is, hogy mégsem a keleti, hanem a nyugati irány híve lenne, ami egyértelmű gesztus Pellegrini felé. Utóbbi pedig viszonzásul a Smer, de a HLASZ körei számára is kellemetlen rendőrfőkapitány Hamran István és Daniel Lipschitz speciális ügyész leváltását kezdte emlegetni újfent. Fico megdicsőülése felé mutat, hogy a HLASZ a Smerből való kiválással jött létre, és ahogy a már előzetesben is ült Robert Kalinyák, egykori Smeres belügyminiszter jókedvel megjegyezte, sok kedves barátja van Pellegrini emberei közt. Ez utóbbi azonban már az ellenkező érvelés egyik kulcseleme is, miszerint a HLASZ akkor hagyhatja maga mögött a Smer maffia államának bűneit, akkor őrizheti meg önálló arculatát, ha nem velük fog kormányozni. A másik nyilván az, hogy a HLASZ egyértelműen nyugati elkötelezettségű, ami a Smerről nem mondható el. Ami még a PS, HLASZ, KDH, SZSZ koalíció mellett szól, hogy nem kell egy vezér vasmarka a fenntartásához. Márha csak kisebb lapszusnak tekintjük, hogy az SZSZ vezér Richard Sulik már 3 kormányt megbuktatott. A másik oldalon ugyanis az SNS képviselői meglehetősen széles körből verbuválódtak össze, a politika és a dezinformációs szcéna titokzatos bugyraiból. 79 képviselője volna ennek a koalíciónak, és előfordulhatna, hogy nem tudják a parlamentbe terelni például az EPA Brüsszel biológiai fegyverei, a medvék ellen küzdő Rudolf Huliákot vagy más harcost. Egy valami biztos, Pellegrini nagyon sokat kérhet ebben a helyzetben a barátságáért, bármelyik irányvonalat is válassza. Karikó Katalin az amerikai Drew Weissmannel megosztva kapta az idei orvosi élettani Nobel-díjat az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezésekért. A magyar biokémikus azonban nem csak azért érdemel figyelmet, mert kutatásai lehetővé tették a koronavírus elleni védőoltások gyors kifejlesztését és alkalmazását. A Karikó által feltárt ismereteknek sok ember köszönheti az életét. A COVID-19 megjelenése után hihetetlen gyorsan és ugrásszerűen növekedő mennyiségben állt rendelkezésre a betegség megelőzésére szánt vakcina. Ha nem reagál a tudomány ilyen tempóban erre a kihívásra, alig hanem sokkal nagyobb katasztrófa lenne mögöttünk, márha nem tartana még mindig. Ez a díj odaítélése szempontjából is fontos aspektus, ahogy az volt sok más díj esetében is. De ez már a múlt. A felfedezés más vírusok esetében is alkalmazható majd, és ez a megnyíló perspektíva a másik oka a Nobel-díjnak. Igazi kelet-európai történet Karikó Kataliné, amiben a kitartás és az elkötelezettség megint csak kiemelendő. A kémelhárítás zsarolása, a létszámcsökkentés miatti elbocsátás sem törte meg, 2 éves kislányával Amerikába költözött, hogy sikeres tudós legyen. Itt azonban megint fordult a kocka, és egy igazi amerikai történet vette kezdetét. Kutatási területét nem méltányolták, mert nem bizonyult nyereségesnek. Ő azonban kitartott, és alacsony munkabér mellett is folytatta. Aztán egy véletlen találkozás Drew Weissmannel, és minden megint megfordul. Megtalálják a megoldást az mRNA-s alapú vakcinák problémájára, majd rövid ideig tartó érdektelenség után elindul a sikertörténet. Épp a legjobb kor, a pandémiát megelőző években. A kutatás és a tudomány fejlődési feltételeinek biztosítása alapvető fontosságú a jövő kutatói számára. Karikó Katalin története erről is mesél, a keleti és a nyugati világ visszásságai is láthatók benne.
Csak bízhatunk benne, talán nem naívan, hogy sikere Magyarországon és Kelet-Európa más térségeiben is rávilágít a tudomány alulfinanszírozottságára, és hogy a döntéshozók a díjazottnak történő gratulációkból származó önfényezés lehetősége mellett meglátják a kutatásban rejlő lehetőségeket is. Hírek egy mondatban. A Progresszív Szlovákia felkészült a legerősebb ellenzéki párt szerepére is, jelentette ki Mihály Simecska, Zuzana Csaputová államfővel való találkozása után. Josep Borrell azt állítja, egyedül Zelenszkij 10 pontos béketerve van az asztalon, amiben nincs szó ukrán terület átadásáról Oroszországnak. Az EU külügyi főképviselője szerint az EU külügyminisztereinek csúcsértekezlete azt üzente Moszkvának, hogy nem félnek a rakétáiktól és a drónjaiktól. Oroszország jövőre költségvetésének 40%-át költi majd a háborúval kapcsolatos kiadásokra, számolta ki egy orosz oknyomozó portál. Mindez az orosz parlament által benyújtott költségvetési tervezetből derül ki. A PS elnöke Mihály Simecska informális tárgyalásokat vezet a többi parlamentbe jutott párt vezetőjével. Megerősítette, hogy beszélnek a Hlásszal, de arról nem mondott semmit, hogy felajánlották-e számukra a kormányfői posztot. Előre nem szabunk semmilyen feltételt, és nem határozunk meg vörös vonalakat, tette hozzá. Milan Majerski és a KDH megválasztott képviselői elutasítják a koalíciót a Smerrel. A végső álláspontról majd a mozgalom országos tanácsa fog szavazni. Ha az mégis a Smerrel való együttműködés mellett döntene, több képviselő is kilátásba helyezte, hogy nem lenne a KDH frakció tagja. Ha Fico hatalomra jut, Hamran István rendőrfőkapitány nem várja meg, míg visszahívják, lemond magától. Hamran távozása és Daniel Lipschitz visszahívása esetén rendőrök és ügyészek szerint a vizsgálatok leállításának időszaka kezdődhet. 3 éves lett a telex.hu. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Beke Zsolt. Én Kovács Magdaléna vagyok. A viszonthallásra holnap.